Hát, ahogy imádkoztam is, azzal kapcsolatban vannak igék, amiket most fel fogok olvasni, vagy amikre ki fogunk térni. Tehát a mai igéknek az összefoglaló címe az első hallásra kissé ijesztő témakör, de a Bibliából való témakör, és nekünk valószínűleg ez most eléggé fontos ezekben az időkben. Tehát a címe az az, hogy a pokol és árnyai. És olyan értelemben kívánok megosztani igéket ebben a témában, hogy minden embernek a földi élete után, ha nem az Úrban élt, akkor utána a következő állomás az a pokol. És a halált és a pokolt összetartozó lényekként említi a Biblia, és a halál uralma alatt álló emberek azok, akik nem az Isten igazságának a törvényében élik az életüket, hanem törvénytelenségben járnak és élik az életüket, és ők a pokolba jutnak, mert már itt a Földön is a halál uralma alatt áll a bűn és a törvénytelenség miatt az életük. És a pokolnak a lakóiról úgy beszél a Biblia, mint árnyakról. Ez miatt ez a cím, hogy a pokol és árnyai. Tehát bennünket most elsősorban az érdekel, hogy mi az, ami miatt a pokol jogosultá válik egy embernek az élete fölött, és ez pedig elsősorban a törvénytelenség, ahogy mondtam, de hogy hogyan is jön ez és történik meg az embernek az életében. Hát erről az első ige, amit felolvasok, az a Máté 15:6. Az azt mondja, hogy és erőtlenné tettétek az Istennek parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát azt mondja, hogy van az Istennek parancsolata, törvénye, mi ezt ismerjük az Istennek írott igéjéből, a Bibliából, és itt azt mondja ez a vers, hogy ez erőtlenné tud válni, ami szívünkben tud erőtlenné válni, és a szívünkből el lehet azt lopni, és ki tud kerülni a szívünkből, és azt mondja, hogy ez azáltal történik meg, hogy vannak emberek, akik magukat hívőnek vallják, és hirdetnek valamit, ami roppantul hasonlít az Istennek az igéjére, lehet, hogy formailag sokszor meg is egyezik, de mégis azt mondja róla ez a vers, hogy az mégsem Istennek a parancsolata, hanem azok emberi rendelések. És ezek az emberi rendelések, amelyeket ma hirdetnek a szószékeken. Hirdetnek a pulpitus mögött, rámész a YouTube-ra, bekapcsolod, és akkor látsz nagy stadiont, kis stadiont, sok embert általában, egy központi prédikátor figurával, aki áll egy színpadon, és ott valamit beszél, ami formálisan teljesen úgy tűnik, hogy az Isten igéjét hirdeti, de valójában az utolsó időkben különösen igaz, hogy egyre több olyan személy hirdet formálisan bibliai igéket, akinek a szívében közben még sincs benne az Istennek a törvénye, és a szíve nincs benne abban az alázatban sem, amely elismeri a szükségét az Isten könyörületére, amely szembe tud nézni a bűneivel, és arról vallást tud tenni, és elismer az Isten törvényéhez képest való eltérését, és ezt közvetíti, ezt az alázatot közvetíti az embereknek. Ehelyett mikrofont, pulpitust, hangzatos szólamokat,
üres már mindenki által hirdetett, hallott, agyon ismételt frázisokat hirdetnek a prédikátorok, amelyek bizonyos füleknek jól csengenek, és van rá egy megfelelő létszámú tömeg, és ez miatt színpadon maradnak emberek, és bevételhez jutnak, és az egyházon belül úgymond tiszteletreméltó pozíciót töltenek be, és egyházi karriert mondhatnak magukénak. Efézus 5:6 azt mondja, hogy senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezekért jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Ámen. Tehát azt mondja ezekről a beszédekről, hogy ezek üresek. A lényeg nincsen benne, a tartalom nincsen benne, az Isten természete nincsen benne, a hűség nincsen benne, a kipróbáltság nincsen benne, a színpad látványa és az emberek tapsvihara helyett a megvetettség elfogadása és a megvetettségben kitartó, mégis mindenkit szeretettel és igazsággal együtt kezelni tudó szemlélő természet, isteni természet, magatartás nincs benne, hanem üres. És azt mondja, hogy ezek hitetlenek valójában, és az Isten haragja van rajtuk, és az üres szót ragadom igazából ki ebből az egészből most elsősorban, mert az az érdekes dolog történik, hogy ha valaki hallgatja ezeket a beszédeket, akkor ő saját magát is, a hallgatót is kiürítik ezek a szavak. Kiürítik ezek a prédikációk. Megfosztják a szívet az Isten valóságának az ismeretétől, az ember saját állapotának a felismerésétől, az Isten kegyelméből, és az Istent nem formulákban, hanem szívvel őszintén kereső mentalitástól, beállítottságtól. Ugye Márk 12-ben van egy példázat, ami közismert, hogy van egy szőlőgazda, kiadja a szőlőjét munkásoknak, majd küld a szőlő gyümölcséért, és a Márk 12:3 azt írja, hogy azok pedig megfogván azt megverték, és üresen küldték vissza. Tehát az Isten által küldött szolgáknak, azoknak nem a színpad reflektorfénye, a showműsorok, a csillogás, a villogás, a hatalmas kivetítők, a jól elkészített frizurák, nyakkendők az osztály része, hanem annak az osztály része az, hogy megfogják, megverik, és ki akarják fosztani, és kidobják. Tehát a szőlőben dolgozó munkások csinálják azt, hogy az Isten szolgáival így bánnak. Az Isten egyházáról beszélünk elsősorban. Ezeknek kapcsán. Kolosse 2:8. Meglássátok, senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet, bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való. Amen. Tehát itt is azt mondja, hogy amikor üres a prédikáció, mert nincs mögötte a krisztusi szenvedés, az igazság felvállalása saját magam előtt is, és a környezetem előtt is, amelyet ha megteszek és megtennék, akkor annak a vége botrány, megvetés. Tehát ha ez nincsen benne azoknak az embereknek az életében, akik prédikálnak, hanem helyett a sikert közvetítik, ő magukat olyan dizájnnal jelenítik meg, amelynek ez a lényege, hogy magukat sikeresként mutassák be, a sikerhez csináljanak kedvet a hallgatóságban, és a siker útjára állítsák rá,
Jézus Krisztus a kereszt útját járta meg, és az ő földi útjának a végállomása az a kereszten teljesedett be, minden ember szemében megvetetté vált, és ezt a vallás képviselői hajtották végre ő rajta, akik szintén írásokra, felekezeti tanításokra, tanokra hivatkoztak, de a Mesiást a szívükben nem ismerték fel, és azt kivetették, és megölték, és kifosztották. Az Efézus 2.15 azt mondja, az ellenségeskedést az ő testében, ugye Krisztusról beszél, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén. Most csak eddig. Ámen. Tehát Jézus Krisztus a Golgotai kereszten mit csinált? A parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte. Ugye sokan ezt úgy szeretik értelmezni, hogy a törvény lett eltörölve. És vége van annak az időszaknak, hogy az Istennek van törvénye, amelyhez nekünk szabnunk kell magunkat. Sokan úgy értelmezik, hogy felszabadultunk akkor a törvény alól. Ugye már ez a tanítás, egy hamis tanítás, mert ez pont arról szól, hogy a szívében az embernek ne legyen benne a törvény. Ezt akarja elérni. Ez a vers az Efézusi levélben arról szól, hogy a parancsolatoknak a tételekben való törvényét törölte el az Úr. A tételekben az formalizmust jelent. Az Úr Jézus Krisztus azt törölte el a kereszten, hogy a törvény egy külső forma maradjon számomra. Ennek vetett véget. Azt az időszakot hozta el, hogy a törvény többet már nem egy külső forma, nem egy számomra ismeretlen idegen betűhalma szabálygyűjtemény, nem egy elérhetetlen valóság, hanem betölteni jött el az Úr a törvényt az én szívembe, hogy a szívembe legyen beírva, és ott lakozzon, és a szívem egyé váljon vele, és azt kövessem. Szívből, hitáltal, őszintén, képmutatás nélkül, és a bűntől szabadon, a romlottságtól szabadon, a szívemben megtisztulván minden törvénytelenségtől, törvény elutasítástól, törvény alá nem rendeltségtől. Ezt jelenti ez az időszak. Ez az új szövetség. A törvénynek a tagadása tehát az ember szívében, hogy az embernek a szívéből kell azt megragadnia, megértenie, felfognia, követnie, ennek a tagadása a törvénytelenség, és ez az a törvénytelenség, amely a halálra és a pokolra viszi az embernek az életét. Na, menjünk akkor tovább. Ugye elindultunk az üres beszédek az útján, és ezt nézzük meg egy kicsit, hogy az ige segítségével hogyan tudjuk azt jobban megragadni és értelmezni. Példabeszédek könyve 9. rész. Először a 13-as verset olvasom. Balgaság asszony fecsegő, bolond, semmit nem tud. 16-os vers. Ki együgyű, térjen ide! Valaki esztelen, annak ezt mondja. 18-as vers. Ugye, akinek mondja. És az nem tudja, hogy ott élet nélkül valók vannak, és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai. Ámen. Tehát itt akkor kanyarodunk a pokolba való jutás útjának a közelebbről való megismerése felé. A pokolban először is, kik vannak a 18-as vers szerint, élet nélkül valók vannak. Ezt majd meg fogjuk nézni később, részletesebben. Most csak előjáróban annyit, hogy árnyékot, árnyakat jelent. Tehát a valóságnak egy olyan leképezését, amelyben már nincsen benne a valóság. Ugye azt mondtuk, hogy abba az irányba megyünk, hogy az üres beszéd az mit akar.
És akkor, hogy ki az, aki itt van és élet nélküli? És ki az, aki ide a pokolba csábítja az embereket? Az a bolond és az együgyű. Az eredetiben, ugye a 13-as versben van bolond, a 16-osban együgyű. Az eredetiben mind a két szó ugyanaz. Tehát itt egy szót használ az eredeti Biblia, és ha megnézi az ember, hogy mit jelent, ki ez, aki a pokol útjára viszi az embereket, és a pokolban lévőknek mi a jellemzője, mi ez a bolond és együgyű, akkor úgy lehetne megragadni talán, hogy sztereotípikus gondolkodás. Mit jelent ez? Kész válaszokat kedvel valaki. Nem keresi a valódit. Megelégszik a kézenfekvővel, egyszerűvel. Nem mérlegel, kerüli a megfontolást. Sablonokkal, klisékkel azonosul szívesen. Naív, megvezethető, nyitott az egyszerű magyarázatokra. Nagyjából ezekkel a kifejezésekkel lehetne körülírni a szó jelentését, és én két képpel, legalább két képpel szeretném ezt illusztrálni. Az egyik az, ugye itt mondtam, hogy sablonokkal azonosul szívesen. Mindannyian szerintem gyerekkorunkban már csináltunk olyat, hogy sablont kellett kivágnunk papírból. És akkor vagy háromszög formára, körformára, négyzetformára, különböző geometriai alakzatok, síkidomok formájára kellett kivágni, és akkor volt egy előre kivágott alakzat, aminek a közepe üres volt tehát. Kivágott sablon tehát azt jelenti, hogy azt keresed, hogy ezt a kivágott űrt, ezt betöltsed valamivel. De egy előre gyártott formával töltsd be. Már nem keresed az Istent, hanem előre tudod és megmondod, hogy ő kicsoda. Nem azzal lépsz Isten elé, hogy hol vagy Uram, hanem ontod magadból a betanult vallásos formulákat. Már nincs keresés, nincs elismerése a hiányosságoknak, az Istentől való eltávolodásnak, a bűnnek, a világ emberre gyakorolt hatásainak, az Isten szentségéhez képest való tökéletlenségünknek. Az Isten ismeretében való korlátainknak, az Isten minden tudásához képesti tudatlanságunknak. Ez helyett megmerevedett ismeretek, és ezeknek a formái vannak sablonok. Ezekbe helyez bele mindent az ember. Ezekhez szabja át az őt körülvevő egész világot, és alakítja saját sablonjaira át a képet, amit magában hordoz, az örökkévaló teremtőről is. Az így átfabrikált valótlanságokkal tölti meg magát, nem pedig igaz tartalommal, valódival. Ezek a sablonok helyettesítik a szívbe folyamatosan íródni akaró isteni törvényt és a kegyelem valódi szellemét, aki a szentség szelleme is, akit folyamatosan keresni kell, és koldulni érte a kegyelmet, könyörületet Istentől, hogy el ne szakadjon tőle az ember. Sablonok esetén nincs a lélekben elfordulás a világtól. Nincs esedezés azért, hogy a világ hatásától megszentelje őt az Isten. Nincs lemondás újra, 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 újra a földi javakról, programokról, lehetőségekről. Nincs az igének törvényként való tisztelete és teljes alárendelődés annak.
Nincs a törvénytől való megítéltetés és annak elfogadása. Nincs könyörgés a bűnbocsánatért, helyette bibliai idézetek, vallási eszmék, tanítási irányzatok vannak, vallási vezetők kultusza, prédikátorok kultusza van. Ezt jelenti a kivágott sablonok szerinti járás. Ugye most ez a kivágott sablonnak a képe volt. Úgy is értelmezhető a sztereotípia szó, ami a könyvnyomtatásból származik eredetileg egyébként, és a sztereó az azt hiszem, hogy valami erős nyomást jelent, szilárdat, megszilárdítást jelent, erősen oda van téve, és a típia, sztereotípia, az meg a típus, az a sablon maga, az a forma. És ha elképzelsz nyomtatásból gépet, vagy régen akár ugye félig gép, mert emberi kéz sokkal inkább még részt vett régen ebben a folyamatban, de akkor is voltak ilyen klisék, és a klisébe formálták ki azt a betűt, szöveget, vagy ábrát, amit aztán azt akarták, hogy az rá legyen nyomtatva valamire. És akkor így, mit tudom én, a mai világban például pólónyomás, ha megnézed, akkor ugye pólókat viszi a gép, és akkor van egy kar, az meg puf, puf, és akkor egymás után puf, nyomja rá mindig ugyanazt rányomja az adott érkező pólóra. De a könyvnyomtatásnál ugyanez volt, megcsálták a szöveget, ott is megvoltak ezek a klisék, és akkor ott ment rá az anyag, ami a könyvnek az alapjai voltak, és akkor arra nyomottak rá ugyanezek az előre megírt szövegek, tehát ezek előre megírt, előre elkészített formák és szövegek és betűk és ismeretek. És ilyen értelemben ez a klisé címkenyomás vallási ismeretekből előre gyártott címkék, amit jelent. Ezek a klisék. Amit megtanultál már valaha a Bibliából, egy prédikátortól, a hívő társaitól, terjedt a levegőben, és elkaptad, mert már mindenhol ezt mondta mindenki, és ezek berögzülnek az emberbe, vizsgálat nélkül, kutatás nélkül, megfontolás nélkül, amik ugye olvastam, hogy a bolond és az együgyűnél hiányzik, ő az egyszerűt, a készen adott, odaadott dolgot kedveli, és ezeket veszi át, és ezeket nyomtatja, ezeket az üres vallási ismereteket nyomtatja rá az elme mindenre. Ezek már készen vannak. Ez azt jelenti, hogy nincs többé elismerése a tudatlanságnak. Nincs többé felismerése a szükségnek az Isten átvilágítására, megvizsgálására. Arra, hogy feltárja bennem a szívem, lelkem, hogy megmutassa, mi van bennem. Hogy szembesítsen az ő törvényétől való eltéréseimre, hogy átéljem a kegyelmére való rászorultságom. Mert megtanultam bizonyos alaptanításokat, és elhittem, hogy ezeknek az ismerete. Pusztán az ismerete egyenlő azzal, hogy keresztény vagyok. Csak ha visszagondolsz, a zsidókhoz írt levél 5. része vége, 6. része eleje, az azzal foglalkozik, hogy keresztényeknek szóló írás, és azt mondja nekik, hogy már réges-régen az érett keresztények kategóriájába kellene, hogy tartozzatok, és ehelyett, hogy azok lennétek, az alaptanításoknál tartatok, és ismét az alaptanításokat hallgatjátok. A vízkeresztségről, a megtérésről, a kézrátételről, az örökítéletről, a feltámadásról, ott ezeket sorolja fel a zsidókhoz írt levél. Ma ugyanúgy megvan az egyházban ez az X számú alaptanítási halmaz, és mindenhol ezt prédikálják, mindenhol ugyanezt ismételgetik. A hallgatóság elmegy, és hétről hétre, napról napra meghallgatja nagyjából mindig ugyanazt, 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 ugyanazt. És elhiszi,
és elhiszi, hogy ettől rendben van, hogy ő ezt gyakorolja és követi. Holott nincs rendben, mert neki le kéne borulnia az élő Isten elé, és elmondania, hogy bármit is tanult meg eddig, semmit nem tud. Tudatlan. És mutassa meg neki az Isten, hogy mi van a szívében, mert ha azt nem kéri az Istentől, akkor az üres vallási tanítások kilopják az Isten irgalmának a valódi szellemét az embernek a szívéből, és nincs ott az emberben az Isten közvetlenül őtőle megkapott könyörülete, amelyre rászorul az ember, mert az ember a klisék miatt fel se ismeri, hogy rászorul ezekre, abban a hamis tudatban jár és él, hogy ő az Isten igéje szerint kereszténynek számít. Valóságban pedig a szívében semmi nincsen Istenből. Semmi nincsen Istenből, csak klisék vannak, csak címkék vannak, amiket vagy valamelyik prédikátor nyomtatott oda, vagy ő nyomtatott oda magában, és ezeket ismételgeti az imáiban, ezeket ismételgeti az Isten kereséseiben, és a szívét már réges-régen elfelejtette, hogy hogy kell arra az alázatra eljuttatni, hogy az Isten feltárja és megmutassa, hogy miben tér el az ember az Istentől, mert eltér. Ez a nagy helyzet, hogy amíg itt él a Földön, egészen biztos, hogy eltér, de mikor fölkerülünk odafel a magasságba, ha azok közé tartozunk, akik nem a pokolba megyünk, akkor is óriási különbség lesz a Teremtő Isten között, meg mi közöttünk, akik az ő könyörületéből kerültünk oda föl hozzá, és részesültünk az ő természetéből. Odafent is csak a könyörület által fogjuk tudni megtartani azt, hogy az Istenben benne maradjunk. Ha fölmentünk a magasságba, ugyanúgy felelős emberek maradunk, felelős lények maradunk a tetteinkért, a cselekedeteinkért. Odafönt nem az vár ránk, hogy automata gépek leszünk, akik már belesznek programozva mindig a jó dolgok tételére, és ezért soha nem veszíthetik el az üdvösségüket és az örök életüket. Ez mese, ez handabanda, ez egy fantazmagória, ez egy rossz klisé, ha valakiben ez van benne. Odafönt ugyanúgy felelős, önálló, emberi feltámadott lények leszünk, akiken múlik az, hogy mit csinálnak. Nekünk odafent azonosulnunk kell tudni az Isten szavával, igéjével, törvényével, meg azzal, hogy rászorulunk a könyörületére, az irgalmára. Nem válunk odafent ezektől elfüggetlenített, elválasztott távirányító gépezetek ki, akiket működtetni lehet mások által gombnyomásra. Erről szól a földi élet, hogy megtanuljuk-e a szívünkben az Istent megragadni, vagy pedig megelégszünk, mint balgatagok, mint együgyűek, néhány betanult formulával, és azt ismételgetjük egész keresztény életünkben. Ha elolvasod a Zsidó 5-6-ot, lesújtó az ige véleménye ezekről az emberekről, akik azt hiszik, hogy keresztények, és ismernek keresztény alaptanításokat, vissza tudják mondani, idézni tudják, ha kell, kiárnak a mikrofon elé, és elmondják. És mégis az Isten igéjét, ha megnézed, szánalmas, amit az Isten igéje ítéletként mond ezek fölött, a személyek fölött, akik az Isten igéje szerint elhagyták az Urat. Az Isten nem azt a pályát találta ki nekünk, hogy tanuljunk meg 5 vagy 6 vagy 7 tanítást, és akkor azzal el van intézve a dolog, hanem azt a pályát találta ki nekünk, hogy borzalmasan távol vagyunk őtőle és attól az országtól, amely örök ország és fennmarad, és ha szeretnénk bemenni oda, akkor ott a lehetőség, hogy megváltozzunk, és rálépjünk arra a pályára, ami egy kemény út, egy küzdelemmel teljes út, teli lemondással, teli megvetéssel, teli gyalázattal, teli szenvedéssel, teli csalódással, önmagunkkal kapcsolatos csalódásokkal, illúziók elvesztésével, klisék letevésével, sablonok letételével, ezzel van tarkítva az Istenhez vezető út. Üres beszédek, ugye azt kezdtük el nyomozni, ezek tehát az ilyen üres beszédek, amiről most szó van. Zsoltárok 19. Zsoltár, 8-as vers. Az azt mondja, hogy az Úrnak törvénye
tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Ámen. Mi az a két dolog, ami szembe van állítva ebben a versben? Az, hogy az Úrnak van egy törvénye, ami tökéletes, és ezzel szemben áll az együgyű. Tehát ha röviden meg akarjuk ragadni, hogy az elmúlt percekben arról beszéltünk, hogy az együgyű, az a sablonokat kedveli, a sztereotípiákat, a készen elétett válaszokat, nem szeret kutatgatni, keresgélni, szenvedni, gyötrődni az Istenhez való közeledésben, ezt meg szereti úszni és ki szereti kerülni neki, egyszerűen mondják meg, hogy így van, kész, úgy van, és akkor ezzel részéről el van intézve a dolog. Tehát ez az együgyű, ez nem fér össze az Isten tökéletes törvényével. Törvény és együgyű, ezek ellentétben állnak egymással. Vagyis ha ki akarod kerülni a pokorra vezető utat, mert ugye az előbb azt olvastuk fel, hogy a bolond, az együgyű, az jut a pokolra, ahol élet nélkül valók vannak, árnyékok vannak, árnyak vannak. Ha ki akarjuk kerülni az pokorra vezető utat, akkor csak is az Isten törvényén keresztül, aminek a szívünkben kell lenni, és nem szabad megengednünk, hogy onnan kilopják és elragadják, akkor tudjuk csak követve betölteni azt. Példabeszédek 21:16. Az az ember, aki eltévejedik az értelemnek az útjáról, az az élet nélkül valók gyülekezetében nyugszik. Ámen. Élet nélkül valók, azt mondtuk, hogy az a pokol. Ott vannak az élet nélkül valók, az árnyak, az árnyékok a pokolban. Ki jut oda, aki az értelem útjáról eltévejedik? Értelem, megfontolás, keresés, nem pedig egyszerű sablon és üres frázisok. És klisék. Az értelem az keres, kutat. Bevallja, beismeri, hogy valami hiányzik, valami nincs. Keresi az Istent. Kéri, könyörög az Istennél. És elismeri a bűneit, a hiányosságait. És elismeri az Isten törvényének a jogosultságát, az ítéletét. Elfogadja annak az ítéletét, alárendeli magát annak. És keresi, hogy azzal az ítélettel hogy tud összhangba kerülni, és ezért könyörög kegyelemért és irgalomért. De amit ki akarok emelni ebből a versből, az az, hogy itt az a szó szerepel, hogy a pokolban az élet nélkül valók gyülekezete van. A gyülekezet szó ugyanaz, mint amit az Ószövetség az Isten népére, mint gyülekezetre használ. Ugyanaz a szó van. Mi van a pokolban? Gyülekezetek vannak a pokolban. El tudod képzelni, hogy egész gyülekezetek mennek a pokolra. Azok a gyülekezetek, amelyek ma a legcsilivilibbnek tűnnek, a legszebb nyakkendőt hordják, a legszebb pulpitus előtt és a legnagyobb csarnokokban prédikálnak, és a sikert hirdetik, és leegyszerűsítik az élő Istennel való találkozást és közösséget, néhány silány világi tárgy megszerzésére, világi karrierre, világi sikerre, és néhány egyszerű, ráadásul téves, hibás tanításra. Próbáld megragadni, hogy ezek a gyülekezetek mennek a Seolba. Mert az Isten igéje azt állítja, hogy akik ezt cselekszik, azoknak nincs közük a valósággal. Isten a valóság. Minden, ami Istentől eltér, az a valóságtól tér el. És abból mi lesz csak? Árnyék. Árny. Megfoghatatlan, igazából léttel nem bíró, csak úgy tűnik, mintha létezne. Valami olyasmi lesz belőle, olyasmivé válik a pokolban. Ezek a gyülekezetek uralják
a kommunikációs teret és a hitéletet az utolsó időkben. Ezek jelennek meg a látható szférában, a hallható szférában, ezek kerülnek az emberek szemei elé, ezekkel találkoznak, és akiknek elég ez, azok elfogadják ezeket, és rálépnek a bolondság, az együgyűség útjára, és mennek közösségileg a pokolba, és érkeznek oda. Menjünk tovább. Jób könyve 28. rész. Most néhány állattal kapcsolatos példázatba fogunk majd belekerülni, és az első ilyen állat egy ragadozó madár lesz majd, a sas és a sólyó. Tehát Jób 28.12-es vers. A bölcsesség hol található? Az értelemnek hol van a helye? Vagyis azt keressük, hogy hol van az, ami nem a pokorra visz, ami nem az együgyűség, nem a sablonok. 14-es vers. A mélység azt mondja, nincs az bennem. A tenger azt mondja, nálam sincsen. 22-es vers. A pokol és a halál azt mondják. Csak hírét hallottuk füleinkkel. Tehát úgy tűnik, nem található a mélységben, és a mélységben a föld alatti földrajzi térségbe helyezi el a Biblia a pokolt, például a Seolt, és azt mondja, hogy ők sem hallották csak hírét a füleikkel, és nem ismerik, és nem tudják, hogy hol található. És akkor a 7. vers visz tovább bennünket, ami azt mondja, hogy mert hogy van olyan ösvény, amelyet nem ismer a sas, sem a sólyomnak a szeme nem látja. Ámen. Tehát, ami nem az ürességnek az útja, hanem ott van benne a megértése az Isten szavának. Ugye a magvető példázata is azt mondja, hogy a mag az Isten országának az igéje, ugye, amely elvettetik az ember szívének a szántóföldjébe, és azt mondja, hogy aki hallja és érti, annak az életében terem gyümölcsöt. Itt pedig ugye azt mondja, hogy a sas és a sólyom, amely két olyan ragadozó madár, amelyet úgy tart számon az ember, hogy a legjobban látó szemeik vannak. Több kilométerről az icipici mozgó kis állatot a fűben észreveszi, ha kell a víz alatt úszó halat, több kilométerről, és hajszál pontosan odarepül, és lecsap rá, és elragadja, és ezeknek a ragadozó madaraknak a szemei, azok olyan színspektrumot is látnak, amit az ember nem lát. Ezek az ibolyán túli színspektrumok, ők ezt a színspektrumot is látják, vagyis szinte mondhatjuk azt, hogy az ember által nem látott szintre is belelátnak. Oda is van betekintésük. Mégis azt mondja róluk az ige, hogy nem találják az értelemnek az Isten törvénye elfogadásának az útját, a helyét. Azt is lehet róla tudni ezekről a madarakról, hogy sokkal több receptor van a szemükben, mint az embernek a szemében, és sokkal jobban képesek fókuszálni. Tehát valamit sokkal jobban felfognak, sokkal több olyan receptor szervük van, ami az ingert érzékeli. A külvilág ingere sokkal erősebben bejut a látószervükön keresztül, és elkezdenek fókuszálni valamire. Képzelj egy ilyen tehetséges élőlényt, amely mind ezekkel a képességeivel mégis elbaltázza, elbakizza azt, hogy mit talál meg. És miért történik ez meg? Azért történik meg, mert a szívét,
azt a zsákmányszerzés uralja. Nem tud lemondani erről a világról. Tehát ő sokkal több mindent érzékel, fantasztikusan ráfókuszál a világra, és a világon belül pedig zsákmányra. Zsákmányra vadászik. Neki a földi mulandó dolgok a kincsei. A bensője folyamatosan ezekre vadászik, a szíve e világ mulandó javait nézi, fürkészi, kémleli. Kell neki a világ elismerése, az emberek szeretete. Étel, ital, program, utazás, vendéglő, szállodák, kikapcsolódás. A társasággal töltődik fel, neki az zsákmány. Nem hajlandó elfogadni, hogy ezek üressé teszik a szívet. Hogy üres sablonokká, klisékké változtatják át az igéket, az Istenről megszerzett ismereteket, imákat, beszédeket az ember szívében, lelkében. Őt a kívánsága vezérli, hogy megtöltse a bendőjét, a karrierjével, e világon való érvényesülésével. Bibliai formulákkal csak vadászik, zsákmányt ejtő eszköz az csak neki. Akit sikerül abba beleilleszteni, azt megeszi, felfalja, kifosztja, üressé teszi. Ezt csinálja a sas és a sólyom. Ha az embernek a szíve sólyomként és sasként él, akkor soha nem fogja tudni az Isten törvényét betölteni. Mert az azt jelenti, hogy a szívében vannak képek, amelyek nem az Isten képei, hanem földi dolgoknak a képei, földi javaknak a képei. És a vallásos üres beszédek, a sablonok, azok ezt az állapotot akarják létrehozni az emberben. Hogy az Isten beszéde, igéje, törvénye, az kerüljön ki a szívéből, váljon a számára ismert, de pusztán formula, forma, sablon, sablonjává. Helyette, a szívébe költözzön be bűnnek a kívánsága. Bűnös dolognak a vágya. A szívében a kép valamilyen bűnös dolog után legyen benne. Valamilyen földi dologtól váljon függővé a kívánsága ő benne, és az ne hagyja a szívében őt nyugodni, hanem a szíve ennek a kényszere alatt legyen, hogy meg akarjon csinálni valami olyan dolgot, ami ellenkezik az Isten törvényével. Ezt akarják és hozzák létre az üres vallásos beszédek, a sablonok, úgy, hogy közben, mivel a sablon ott marad, ezért, és az be van töltve valami hamis áll dologgal, ami pont úgy néz ki, mint az eredeti, ezért az ember megőrzi magán a keresztény címkét. És ezzel a címkével pecsételi be a saját szellemét, lelkét, bensőjét, és azt az érzést kelti az ellenség így az emberben, hogy rendben van. Ő rendben van. Közben pedig a szíve bűnnel van teli. Bűnös kívánságban él és jár. Ezek a bűnös kívánságok egyébként ugye lehetnek a nagyon közismert testi dolgok, hogy meg akar tenni parázna cselekedeteket, tisztátalan cselekedet akar megtenni, vagy nem ura az étkezésnek, és minden áron most már valamilyen olyan szert akar elfogyasztani, ami egyébként Isten igéjével ellentétben áll. Lehet ez alkohol, lehet ez ital, lehet ez cigaretta, lehet ez kávé, lehet ez csoki, meg ugye ezekről már beszéltünk,
hogy sokféle olyan étkezési dolog van, amelyek be tudják tölteni azt a szerepet az ember lelkében, hogy függővé válik tőle az ember. Csak felhívom a figyelmet rá, hogy tavaly évvégén ugye volt egy prédikáció, ami elhangzott itt, Szent Erő, azt a címet viselte, és abban én arról beszéltem, hogy a jövőben úgy tudunk megmaradni az Isten követésében, hogyha nem vesszük át ennek a világnak, Babilonnak az étkezési szokását, az italozási szokását, a életmódját, életstílusát, és ebbe különösen aláhúztam akkor ezeket a dolgokat, az alkohol, a dohány, stb. Akkor senki nem tudta még, ugye, hogy koronavírus járvány fog beköszönteni, és az fogja uralni ezt az esztendőt. Most ennek a függvényében vesd össze, amit akkor itt mi prédikáltunk, és elhangzottak, mert én meg vagyok róla győződve, hogy ezért volt az fontos múlt év végén, hogy ahhoz, hogy tovább tudjunk menni az Isten igényének az útján, az Isten követésébe, ahhoz nem szabad átvennünk, amit most a világ csinál. A világ nem bírja ki ezt a bezártságot, nem bírja ki ezt az önmegtartóztatást, kész, elszakadt a cérna, vége van, ő neki mi az élete árán is bűnt fog cselekedni. Tehát ezt most eldöntötte ez a világ, gazdasági vezetői, politikai vezetői, mindenki, vállalkozói, mindenki eldöntötte, hogy nem bírja ki bűn nélkül, nem bírja a függőségeinek a betöltése nélkül, kielégítése nélkül. Ezt akkora igény van erre, a bűn elkövetésére, hogy összefogott a világ abban, ha meghalok is benne, akkor is a bűnt tovább fogjuk csinálni, mert különben tönkre megy a vállalkozás, bezárhatjuk a cégeket, a forradalom ki fog törni a társadalmakban, mert nem tudják elviselni az emberek. Kényszerpályán van ez a világ. De nekünk nem lehet a világgal együtt mennünk, mert nekünk is ugye most az a kihívás, hogy eltelt x hónap ugye mögöttünk, visszafogottságban, és most akkor, hú, amit a világ átél, hogy na végre, akkor elmehetünk ide, elmehetünk oda, nekünk ugyanaz az üzenet továbbra is, hogy meg kell maradni abba a szellemi életbe, hogy nem a testi szükségeim vezérelnek, a vágyaim, az álmaim nem azok, hogy na végre én is kiülök egy jó teraszra, na végre én is szervezek egy partit, na végre én is elutazok és kiengedek, na végre én is megcsinálhatok egy csomó dolgot, amit eddig nem. Mi nem azért élünk önmegtartóztató életet, mert egy kormány bejelentette, hogy járvány van és betiltott dolgokat, hanem mi Istent követjük, akár járvány van, akár nincs járvány, és ebbe beletartozik, hogy önmegtartóztató életet kell, hogy éljünk, mert ha az alkoholhoz nyúlunk, az alkohollal a Biblia szerint együtt jár a paráznaság és a tisztátalanság. Ha valaki visszatér az alkoholfogyasztásra, az ne csodálkozzon rá, ha utána az életébe nem fog tudni megállni a tisztátalanság és a paráznaság kísértésével szemben, hanem ilyen típusú képek fognak beköltözni a szívébe, a lelkébe, a képzeletébe, és ezek fogják őt gyötörni és kínozni. Tehát olyan világban élünk, amikor a világ egy döbbenetes, tragikus, drámai elköteleződést hozott, hogy szövetségre lép a bűnnel és a halállal. Nem érdekli őt, hogy a pokolba jut, nem érdekli őt, hogy elveszti a földi életét, ő a bűnt meg akarja csinálni, és meg fogja csinálni, és ő ezt most úgy éli meg, hogy végre a szabadságát kiélheti, és kiengedhet, és ebben ő összefog. Nekünk ettől továbbra is távol kell maradnunk, és továbbra is hiszem, hogy amit tavaly évvégén az Úr adott üzenetet nekünk a Szent Erő című prédikációban, az rendkívül fontos, hogy rajta maradjunk azon az úton, és ne lépjünk vissza a testi életmódnak az útjára. Szóval Sólyomnál és a Sasnál tartottunk, mert a Sas és a Sólyom az ezt csinálja. De vannak érzelmi bűnök is, és az is ugyanebben a kategóriába tartozik. Az érzelmi bűnök sokszor egyébként teljesen kölcsönhatásban vannak a testi bűnökkel. Tehát a tisztátalanság paráznasággal.
Sokszor az emberben úgy jelentkezik ez az összefüggés, hogy mondjuk nem elégítheti ki a testi vágyait, a testi kívánságait, akár a paráznaságot, akár az alkoholt, akár a cigarettát, bármilyen függőséget nem tud kielégíteni, mi történik vele? A lelkében agresszívvá válik. A lelkében ő azt hiszi, hogy megsebezték, megbántották, és ő úgy hiszi, hogy jogosan reagál erre dühhel, haraggal, méreggel, indulattal. Ha vallásos sablonokat hordoz magába, akkor azt fogja mondani, hogy az Isten igéje alapján másokkal szemben jogosan emelek kifogást. A valóságban pedig a lelkében, a szívében ott van egy függőség, amelyet nem hagyott el, amelytől nem szabadult meg, amelyből nem tisztult meg, nem szentelődött meg, és ez jön ki belőle úgy, hogy más emberek iránt neheztelő lesz, haragtartó lesz, dühös lesz, ítélkező lesz, rágalmazó lesz, vádaskodó lesz, perpatvarkodó lesz, veszekedő lesz, gyűlölködő lesz, és az egészre ráteszi az Istennek a címkéjét. Tehát van összefüggés, nagyon nagy azok között a dolgok között, hogy az ember életében van-e függőség a testi vágyait tekintve, és a között, hogy az érzelmeiben mi jelentkezik. És fordítva is igaz, ezért mondom a kölcsönhatást, ha az embernek a szívében meg nem bocsájtás van másokkal szemben, és megbántottságot hordoz, és ez miatt neheztelés van benne, harag, düh van benne, ráadásul ezt még összevegyíti bibliai klisékkel, és ezzel súlyosbítja a helyzetet, akkor sokszor van, hogy a paráznaságban, a tisztátalanságban, az italban, a dohányban, a kávéban, függőszerekben keres feloldást, megnyugvást. Igen, feloldást, megnyugvást. Ezek alól. Tehát sokszor az van, hogy az ember, ha el tud jutni oda, hogy ráébred arra, hogy ő a nagy keresztény, aki azt gondolta magáról, hogy én vagyok a nagy keresztény, és hát már mennyire megmondom mindenkinek, hogy mit kéne, és hát senki nem hallgat rám, és észrevétlenül elkezd átbillenni a bensőjében ez egy megbántottsággá, egy érzékenységből fakadó neheztelésé. De ő ezt még azt hiszi, hogy még az Isten igéjét képviseli, és azért érzi ezeket. Ahogy ezeknek utat enged, és nem lepleződik ez le benne, úgy kezdenek el rátörni tisztátalan kívánságok, parázna vágyak, ital utáni vágyak, lerészegedés utáni vágyak, partizás utáni vágyak, nyaralás, uta, bármi, hadd tegyek meg akármit, ami végre valami kilazulás ebből az egészből. És ha az Úr elé odáll, és hajlandó az Úr előtt, akár zokogva, sírva, bőgve, nyűszítve, kiabálva, elismerni, hogy vele valami nagy baj van, mert ennek nem így kéne lennie, akkor az Úr tud olyan jó lenni és könyörülő, hogy megmutatja, hogy nem a másikkal van baj, barátom, hanem benned van nagy probléma. És azt a benned levő problémát kéne kezelni. Azt meg csak én tudom, de én meg csak akkor tudom megcsinálni, ha kéred tőlem. Ha eljutsz oda, hogy neked van mit kérned, nem pedig te vagy az, aki majd megmondod előre a tutit. A sablonjaidat le kell tenned. Önmagaddal kapcsolatos sablonokat, a te keresztényi nagyságoddal kapcsolatos sablonokat, az embertársaid romlottságával kapcsolatos sablonokat is le kell tenned, hogy mindenki más milyen gonosztevő. És el kell tudnod jutni az én könyörületemből odáig, hogy magadat nem tartod jobbnak az embertársaidnál. És akkor észre fogod venni, hogy megszűnik az alkohol utáni vágy, megszűnik a paráznaság kísértése, megszűnik a függőség tisztátalanságoktól, cigarettától, ételektől, italoktól, világi programok utáni vágyaktól, kívánságoktól, élmények megszerzésére való törekvésektől, és felszabadul az embernek a bensője, a szíve és a lelke.
Szóval ennyire ezek a sablonok és klisék erről is szólnak. Reméljük még ma helyreáll a technika, mert most egyelőre úgy tűnik, hogy sikerült. Jó, tehát példabeszédek 27, 20-as vers az azt mondja, hogy ahogy a sír és a pokol nem elégszenek meg, ugyanúgy az embernek a szemei sem elégszenek meg. Tehát sas, sólyom, erről beszéltünk, és ez az ember szívében benne lakozó képeket jelenti. És ugye arról beszélünk, hogy milyen út vezet a pokorra, tehát ha az ember szemei nem tudnak felszabadulni, akár az érzelmi területe, a neheztelések, sérülések miatti harag tartásból, gyűlölködésből, indulatokból, szitkozódásokból, mert más emberek képe és az ő hozzájuk fűződő sérelmek töltik be az embernek a szívét, és a bántalmaztatás tölti be az embernek a szívét, akkor ezzel soha nem fog tudni megelégedni az embernek a szíve, szeme, a belsője, és ez a pokorra viszi, mert a pokol pontosan ugyanezt csinálja, pontosan így működik, így nyeli el az embereket, és soha nem elégszik meg a pokol sem. Az egyetlen menedékünk, hogy elfogadjuk az Isten törvényének az ítéletét magunk felett. Magunk felett. Amit az Új Szövetségben mond Jézus, hogy aki ki akarja venni a másiknak a szeméből a szálkát, az vegye ki előbb a sajátjából a gerendát. Na, a gerenda kiszedéséről van tehát szó. Na, ez volt a sólyom és a sas. Nézzünk, menjünk tovább. A kívánság szó útján megyünk tovább egyébként, de itt át fogunk váltani majd egy másik élőlényre, amely segít nekünk értelmezni a pokolt és a halált. Jakab 1.15. Azt mondja, hogy aztán a kívánság megfogan, és bűnt szül. A bűn pedig teljességre jut, és halált nemz. Tehát van egy érdekes dolog, hogy születés folyamatát írja le, és a szülés, nemzés, születés folyamatával érzékelteti a Biblia azt, hogy ki a halál, ki a bűn. És a megfoganás szó szerepel itt. Nem tudom, mennyire emlékeztek iskolai tanulmányaitokból, amikor biológia órán még tanultuk, hogy hogyan történik meg a megtermékenyülés, a hímivarsejt és a női petesejt közötti találkozás kapcsán. De ugye van egy női petesejt, ami mondjuk egy gombóc, egy labdácska, és azt próbálja elérni, és abba próbál bejutni a hímivarsejt, a magocska, a sperma. És itt ezt a képet tárja elénk az ige, és itt majd mindjárt fogunk abba az irányba elmenni, ahol kiderül egyértelműen, hogy a halál az maga a darázs rovarhoz, ragadozó rovarhoz van hasonlítva, tehát a halál az egy darázs. Tehát itt, amikor megtermékenyülésről beszélünk, akkor a darázs igazából a minta, ami egy rovar, tehát ott van egy pete, azt lerakja, abból lesz egy lárva, és utána abból kikel az új darázs, az új élő lény. Tehát van a kívánság, és amikor, ugye a darazsak úgy élnek, hogy van egy darázs királynő, és ő rakja le a petéket. És úgy működik a kívánság, hogy te benned elindít egy folyamatot a darázs királynő, hogy te nagyon akarjad azt a valamit, amit megkívántat veled,
és azáltal, hogy megkívánod, kezdjen el benned ennek a kívánságnak létrejönni egy elfogadása, és ahogy ez erősödik benned, megindulnak benned a hímivar sejtek az ő petesejtje felé, hogy megszerezzék, megragadják azt. Így termékenyíti meg a darázs királynőt a hím darázs. A hím darázs, ha megtermékenyít egy darázs királynőt, meghal utána. Tehát annak ez a sorsa. Itt erre utal az Istennek az igéje, hogy ugyanez történik meg egy emberrel is, hogyha a darázs királynő, a halál királynője el tudja hitetni veled, hogy azt a petesejt kis gombócot, azt te lásd úgy, hogy az neked nagyon kell, az nagyon jó, az téged boldoggá tesz, az adja meg az örömödet, minden arról szól igazából az életben, és hát pont neked ne lenne olyan, és neked ne kéne, és kerülj már annak úgy a hatása alá, ezt szeretne a darázs királynő, hogy már ne tudjál ellenállni annak, hogy azt megkapjad. És ekkor azt írja, az történik, hogy ekkor megtörténik a megfogantatás. És létrejön a darázslárva. Ezt hívják, ugye itt azt mondja, hogy ez a bűn. Megszületik a bűn. Létrejön a darázslárva, a bűn. Létrejönnek új kis darazsak a lárvából, a halál darazsai jönnek létre. Tehát mi emberek, hogyha követjük a testi kívánságunkat, akkor egy olyan populációnak vagyunk a részesei, ami egy darázs populáció. A darazsak azok ilyen kolóniában élnek, társaságban, csapatban. Teljesen összedolgoznak, és mindegyik csak ezen az egyen munkálkodik, hogy a fészekbe a darázs királynő le tudjon tenni petéket, minél több petét letegyen, abban nyilván minél több hímdarázs elpusztul, a dolgozó darazsak oda pedig bevigyenek áldozatokat, zsákmányokat, hogy azokból táplálják a darázs lárvákat. Erről szól a darázs élet. A halál a Bibliában úgy is le van írva, mint egy szellemi lény. Ebből itt látjuk, a darázs az egy szellemi lény. Itt azt látjuk meg, azt is meglátjuk, hogy hogyan született meg a halál. Tehát volt a világtörténelemben egy olyan időszak, amíg csak Isten volt. Isten megteremtette először az angyali világot, a láthatatlan világot. És abban nem volt halál, mert abban nem volt törvénytelenség. Nem volt senki, aki áthágta volna az Istennek a törvényét. Itt azt írja le a Biblia, hogy maga a halál lénye az úgy született meg, hogy valaki áthágta az Isten törvényét. Hogy ki? Azt leírja egyébként az Ezékiel könyve 28. rész. Ott Tirusz királyáról van egy profécia. De az az érdekes, hogy elkezdődik a profécia Tirusz országának a királyáról, majd ha figyelmesen olvasod, nem sablonokat keresel, akkor észreveszed, hogy de hát ez már nem egy földi személyről szól egy idő után, hanem elkezd egy szellemi lényről beszélni. És ha végigolvasod, akkor kiderül, hogy Luciferről szól az a rész, Luciferről, mint egy angyalról, akit Isten teremtett. Én csak az 5. verset olvasom fel. Ezékiel 28-et az azt mondja, hogy kereskedésed közben megsokasítottad a gazdagságodat, és felfuvalkodott a szíved a gazdagságod miatt. Ugye beszéltünk az elmúlt 2 prédikációban is az 5 Mózes 17-ben leírt királytörvényről, hogy az nem csak nekünk a földi szférában egy törvény, hogy ha valaki pozíciót, hatalmat kap, akkor neki miként kell élnie, hanem az az örökké valóságban egy létező törvény. Na, Lucifer kapott pozíciót az örökké valóságban, mint angyali lény. És a királytörvény az azt mondja, hogy ne sokasítsd meg a javaidat, hogy fel ne fuvalkodjon a te szíved, és nehogy
Egyiptom fele, a teremtett dolgok megszerzése fele irányuljon a te szíved, és ne vigyél abba az irányba másokat. Lucifer mit csinált? Kereskedése közben megsokasította a gazdagságát, áthágta a királytörvényt. És hogy áthágta a királytörvényt, mert bejött a szívébe valamilyen olyan dolognak a kívánsága, amely ellentétben állt Isten akaratával és Isten törvényével. És hogy bejött az ő bensőjébe ez a kívánság, és engedett neki, és megsokasította a javait, és gazdaggá lett felette annak, mint ahogy Isten törvénye azt megengedte volna, felfuvalkodott, és létrejött egy új szellemi lény, a halál. És azóta van egy másik szellemi lény a világ történelemben, akit úgy hívnak, hogy halál, és aki olyan, mint egy darázs. És ennek a darázsnak az uralma alá került a Lucifer, a gonosz angyal, és lett belőle egy más természetű lény, mint korábban, és vált belőle a sátánná, amely szó is maga is azt jelenti, hogy ellenségévé vált az Istennek, mi által, hogy az Isten törvényének vált ellenségévé, a szívéből kiengedte az Isten törvényét. Nem marad benne a törvény a szívében. És így tudott megszületni benne a bűn, és így tudott létrejönni egy új szellemi lény, a halál. És ez a halál, akit halálnak hívnak, ebből a folyamatból is láthatod, hogy az Istentől való eltérésnek, az Istennel való összeilleszthetetlenségnek, összeegyeztethetetlenségnek, az Istentől való teljes eltérésnek a szellemi lénye. Mit mondtam ugye az elején, hogy Isten a valóság. Ha Isten a valóság, akkor a halál az a valótlanságnak a szellemi ura. Mind azok, akik az uralma alá kerülnek, azok árnyak, árnyékokká válnak, egy valódi dolognak csupán árnyékaivá, árnyaivá válnak. Árnyakká. Most ugye mondom, hogy milyen jelentéstartalommal bír a halál. Árny, árnyék, lidérc, hallucináció, fantázilálás, kitaláció, egy üres sablon, amelyben nincs benne a valóság. Mert a valóság az egyenlő az Isten törvényének való örök, tökéletes önfeláldozáson alapuló elkötelezettséggel. Ez pedig a halálban nincsen meg. A halálban nincs meg a valóság. Így gondolj arra, amikor bűn jön be, mint kívánság a szívedbe, a lelkedbe. Az egésznek csak egy célja van, hogy egy darázs beléd döfhesse a fullánkját, mert a darázs fullánkja a bűn. Ezt írja az 1 Korintus 15:56. A halál az egy darázs, és a bűn pedig annak a fullánkja. Tehát így tudod elképzelni a halál és a bűn kapcsolatát. A bűn az ott van, mint egy darázsnak az alkotó része, a fullánkja. És a darázs egyet szeretne, hogy az beléd legyen döfve, beléd legyen szúrva, várjál áldozatává, zsákmányává ő neki, mert akkor be fog téged cipelni a darázsfészekbe, és ott az ő tápláléka leszel. A darázs lárvák tápláléka leszel. Mi csinál a kívánság? Kitörli az Istennek a törvényét az embernek a szívéből. Kilopja onnan. Elkábítja, elszédíti valamivel az embert, azért, hogy a bűn fullánkjának a mérge be tudjon hatolni az ember szívébe és lelkébe. És véghez tudja vinni azt, hogy a darázsnak az áldozatává tegyen tégedet. Akarsz-e
darázs populáció részévé válni. Akár zsákmányként, akár lárvájaként, akár a bűn tüskéje beléd hatoló áldozataként. Próbáld el megragadni azt, hogy ez nem mese most, amit mondok, hanem ez a valóság. Nem az a valóság, amit látsz a szemeddel magad körül, és meg tudsz fogni, meg pláne nem az, amit érzel, különösen nem, amikor a bűn kívánsága be tud jutni a szívedbe, az már mind egy valótlanság, egy hamisság, egy álvilág, egy nem létező becsapás, illúziókeltés, halucináció, bűvésztrükk az egész. Tehát a halál az egy darázs, a fullánkja pedig méreggel elkábítja a zsákmányát. A fészekbe behurcolt, elkábított, legyilkolt áldozat a zsákmány. Ez szolgál a darázs lárvának eledelül, és ezekből a lárvákból születnek meg az újabb darazsak, amely darazsak ismét dolgozói lesznek a darázs királynőnek, vagyis elmennek újabb zsákmányt szerezni, és nem tudom, hogy láttatok-e darázsfészket, de raknak darazsak fészket házak oldalába is, padlásba is, sok többféle helyre, de lényeg az, hogy amikor megnézel egy darázsfészket, akkor azt látod, hogy ilyen kis üregecskékből állnak. Sok ilyen kis üregecske képezi a darázsfészket, és ha megnézed, ezekbe az üregecskékbe teszi bele a királynő a petéjét, és abból lesz a lárva. Üreg, üres hely, üresség, üres beszéd. Úgy is ragad meg és képzeld el ezt az egész folyamatot, hogy az üres vallásos beszédek, amelyeket hirdetnek a pulpitusokról azok az emberek, akiknek a szívében egyébként a bűn uralkodik, és kívánságok vezérlik őket, és a földi világ sikereit hajszolják, csak egyházi köntösbe bújtatva, és egyházi kliséket, címkéket rányomva. Ezek az üres beszédek, azok az üregek, amelyek a darázs lárváknak a helyéül szolgálnak. Tehát amikor az ember bekajálja ezeket az üres beszédeket, akkor nem más történik, mint hogy ő bekerül ezekbe a darázsfészek üregekbe, ahol a zsákmányok, a darázslárvák táplálékát adják, és a darázslárvák pedig kikelnek, és azokból újabb darazsak lesznek és születnek meg. Tehát az üres beszédeknél ott van a probléma, hogyha ezek olyan beszédek, hogy akik szólják, hirdetik azokat, anélkül teszik, hogy odaáldoznák a teljes életüket, lelküket, testüket az Isten törvényének való szófogadásra és engedelmességre. Ma számolatlanul találod meg a YouTube-on azokat az embereket, akik ilyen kliséket és sablonokat hirdetnek, amelyek a darázsfészeknek az üregei. Legközismertebb Joel Osteen, Joseph Prince mondjuk a nemzetközik közül, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, és még jó sokat lehetne sorolni, de én itthon is, ha belehallgatok a prédikátoroknak a prédikációiba, akkor nem nagyon találok ma már olyat, ahol ne azzal találkoznék, hogy egyébként az életükben az Isten igéjét nem követő, azt be nem tartott személyek mégis bibliai információkat osztanak meg a pulpitusról. Belenéztem az utóbbi időben ismét a Németh Sándor prédikációiba, Híd Gyüli, tehát ide sorolhatólok a Híd Gyülekezetének is, a
pásztorai, prédikátorai, amelyek ezt a szellemiséget elfogadják, átveszik, és mégis kiállnak egy pulpitushoz, és hirdetik ezeket a dolgokat. De beszéltem ugye a múltkoriban nem olyan régen, hogy a Reinhard Bonnke ige hamisításának a szolgálatát elfogadó Sós Péter is ide tartozik sajnos mára. Ugye ő is a túlvilágról visszaérkezett személyeknek mindenféle beszámolóit elfogadja. Ezek között volt a Daniel Ekecsuku, aki a Reinhard Bonnke támogatásával került színpadra, de természetesen ide tartozik a római katolicizmus, a pápa és a hivatalos felekezetek tanítói, püspökei, plébánosai, lelkészei is. Lásd ezeket úgy, hogy a darazsaknak a kolóniájához tartozó munkát végeznek. Azért tartom ezt fontosnak kiemelni, mert azzal szembesülök, hogy ugye egyre több olyan személyt látok magam körül, aki hallgatja például a prédikációinkat, de hallgat közben. Hol ezt, hol azt, hol amazt, mindenfélét. Sajnos azt kell, hogy látnom, azt kell, hogy lássam, hogy nagyon sokan ezek közül aztán azon az úton kezdenek el haladni, hogy már csak azt a sok-sokat hallgatják, hol ezt, hol azt, amazt, bennünket már mondjuk nem. Tehát fel szeretném hívni azoknak a figyelmét, hogy akik hallgatják a prédikációinkat, és nem hagyják abba a hamis prédikációknak, tanításoknak, a sablonoknak, a kliséknek a hallgatását, azok óriási becsapásnak az útján kezdenek el haladni és járnak, és annak a végállomása az egy nagyon rossz hely. Ugye erről beszélek most, hogy ez az út visz a Seolba, ez az út visz a pokolba, az árnyaknak, az árnyékoknak, a halucinációknak, a birodalmába. Ezért mondom ezeket a dolgokat. Úgy hallgatni a Bibliakörben elhangzott prédikációkat, hogy valaki nem lép rá arra az útra, hogy azt betöltse az életében és megtegye, semmi értelme nincs. Az ég egyet a világon. Akkor jobban jár, hogyha itt a Földön választ magának egy bűnös életet, hogy amíg a Földön él, addig élvezi ezt az életet már, amennyiben a bűn, azaz élvezett kategóriába sorolódik nála, mint hogy becsapja magát azzal, hogy sablonok, klisék, hazugságok, hamisságok, hamis tanítások, hitető beszédek, üres beszédek hallgatásával ő be tudja tölteni azokat a feltételeket, amelyek az Isten országába való bejutásához kellenek, nem tudja betölteni ezeket. Sajnos mára pedig mindaz, ami hivatalosan körülveszi az embereket és elérhető prédikáció, az nagyjából bekerült ezeknek az üres frázisoknak a kategóriájába. Na, Máté 13-ból van egy példázat, szintén egy magvető példázat, amely arról szól, hogy az elvetett búzamag az Isten országának a fiai, de ugyanakkor valaki odavetett valamilyen más magot is, és abból pedig konkoly nőtt ki. És a Máté 13.29 az azt mondja, hogy ő pedig mondja, mármint Jézus, nem, mármint hogy ne szedjék össze a konkolyt az utolsó ítéletig, az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléig. Azt mondja, hogy nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Ámen. Érdekesség legalábbis számomra, amiben most gondoltam igazából jobban csak bele, hogy a búza és a konkoly egymáshoz való viszonya, azt mondják, hogy a konkoly az az elején, mikor elvetik a búzát, meg oda kerül a konkoly magja, azok elkezdenek nőni, és az elején nagyon hasonlítanak egymásra, és nem lehet felismerni nagyon könnyen, hogy melyik, és könnyen el lehet téveszteni, hogy melyiket tépi ki az ember. És akkor ezek ugye növekednek, és azt mondja Jézus, hogy
Nem szabad bántani a konkolyt egészen az utolsó pillanatig, az Úr Jézus Krisztus visszajöveteléig, amikor ő és az ő angyalai fogják majd összegyűjteni a konkolyt a világból, és végrehajtani az ítéletét. Ugye a konkoly az a hamis vetés, a hamis mag, a hamis tanítások, az üres beszédek, a sablonok, a klisék. Ez a konkoly, de ami nekem most érdekessé vált, az az, hogy ez a konkoly, ez a föld alatt, ahogy elkezd a gyökereit ereszteni, a gyökerei ráfonódnak a búzának a gyökereire, és a búzának a gyökereit körülveszik. Olyan mértékben átszövik a konkoly gyökerei a búza gyökerét, hogyha ki akarnád tépni a konkolyt, mert már mondjuk azt mondod, hogy aha, ez a konkoly, ha ki akarnád tépni, nem tudod úgy kitépni, hogy ne sínylené meg a búzának a gyökere a föld alatt, mert annyira rá van fonódva a konkoly gyökere a búzának a gyökerére. Konkoly itt marad velünk, és használja azt a gyökeret, amely a búzának a gyökere. A konkoly nem tud más módon létezni, működni, hatást elérni, csak hogy használja az igét. Használja az Isten szavát. Használja az Istennek a beszédét. Muszáj neki. És ezzel a gyökerével ránk van tekeredve, ha most ezt így magunkat is belehelyezedve ebbe a történetbe nézem, akkor ránk van tekeredve, és nem fogod tudni kitépni, és kihúzni, és eltávolítani. El kell fogadni, hogy azzal együtt zajlik az életünk. Nem tudod megszüntetni a hatását. Vagyis jönni fognak az üres beszédeknek a szellemi hatásai, az, hogy kifosszon téged a szívedben az Isten törvényéből, a törvényhez való hűségből, az Isten törvénynek a szeretetéből, az alázatból, hogy elismerd a bűnösségedet, hogy Isten elé járulj, hogy könyörüljön rajtad, hogy ne másokat nézzél le, ne váljál önhitté, ne legyél vallásos egoista, ne lázadjál fel az Isten törvény előtt ellen, ne akarjál sok kincset gyűjteni a földön, ne a földi dolgokra irányuljon a figyelmed, hanem az Isten törvényére, ugye ez a sok-sok-sok minden. Ezt folyamatosan a konkoly gyökerei mindig is szorítani fogják, sőt egyre inkább körülszövik, egyre inkább átfonják, egyre inkább körbezárják, egészen addig, míg az Úr vissza nem jön. Ezek a pokolnak az erői, a konkoly. A Seolnak az erői, az árnyékbirodalom, a hallucináció, kitaláció birodalma, a darazsak birodalma, a kívánságok birodalma. Azzal kell szembenézned, hogy jönnek a tüskék, szúrni fognak. Azzal kell szembenézned, hogy a darás királynő a petéjét ott fogja lebegtetni, lobogtatni előtted, hogy tetszen az már meg neked, kapjál már kedvet hozzá, nem látod, hogy vége van a járványnak? Örülj már neki egy kicsit, hogy kiszabadulhatsz, kimehetsz, világéletet élhetsz, kezdj már el tervezgetni te is, ugye milyen jó lenne már egy nyaralás, ugye mégse olyan nagy baj, ha megiszol egy fröccsöt, na még egyet, nincs abból semmi probléma, ma kettőt megittál, már úgyis mindegy, és akkor jön a többi. Kávéról ugyan leszoktál, 5 éve most csak mondtam valamit, de hát látod, milyen jól bírtad. Most engedj meg magadnak egy kicsit, hát látod, most olyan időszak van, hogy meg lehet engedni. Na, ezekről beszélek. A világ ebbe az irányba megy, hogy ebbe egy sokkal mélyebb elköteleződést tesz most, mint amelyben eddig élt. A Seol pokol erői olyan mértékben áradnak rá a világra, amilyenben még soha, és van egy hivatalos felekezeti réteg, amely semmit nem lát ebből, semmit nem észlel ebből, teljesen másról beszél, teljesen más hirdet, ugyanazokat a sablonokat veszi elő, üres a szíve, ki van fosztva, nem tud leborulni Isten előtt, nem tud bűnbánatra jutni, meg van keményedve a szíve, és rohan lefele 1000 km/h sebességgel a pokolba, a Seolba. Ez egy pokolba száguldozó gyülekezet. Erről beszél a Biblia, hogy ott az élettel nem rendelkező gyülekezete
tanyázik, ott köt ki az élettel nem rendelkezőknek a gyülekezete. Szóval ez a Konkoly példázatának egy igen izgalmas üzenete számomra. És akkor Jelenések 6-8 az azt mondja, hogy láttam íme egy sárga ló, aki rajta ült, neve Halál. A pokol pedig követte azt. Adatott azoknak hatalom a föld negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, ésséggel, halállal, fenevadak által. Tehát a halál és a pokol ülnek egy-egy lovon, és a pokol követi a halált. Tehát a halál, ha egy darázs, akkor a fullánkja az a tüskéje, az a bűn, és hogy képzeld el a pokolt, a görögben ugye Seol, a héberben ugye Seol, az pedig úgy képzeld el, hogy az a darázsfészek, az maga a fészek, a pokol a Seol, az a hely, ami a halál uralma alá tartozik, és oda van begyűjtve a zsákmány is, amit elejtett, a darázs a tüskéjének a szúrása által, de oda vannak letéve a halál darázs királynőjének a petesejtjei is, és azokból ott kelnek ki a lárvák egy hallucinációs életre, egy áléletre, egy álvalóságra, egy árnyéletre, amelyben a végén belepusztul az egész kolónia, mert az egész darázs kolónia egy fél évet él át, egy tavasztól őszig terjedő időszakot él át, és teljesen mindegy, hogy mennyi zsákmányt szerzett össze, mindnek ugyanaz a sorsa, elpusztul, meghal, vége van. Nem tudja fenntartani magát a zsákmányszerzés által, az öldöklés által, a gyilkolás által, a kívánság által, a bűn által, a zsákmányszerzés által, ugyanúgy elpusztul, és halál a vége. A halálnak történik a világi kívánságok kielégítése, az a halálnak történik, a pusztulásnak történik, a lidércé válásnak történik, az árnyékká válásnak történik, annak a biztos útja, ha az ember követni akarja az együgyűeknek, a balgáknak, a sablonra hallgatóknak, a világnak és a vallásos frázisokat elfogadóknak az útját. Tehát darázsfészek a Seol. Róma 6.23 az azt mondja, mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Tehát összekapcsolódik a kettő, nem elválasztható. Ha valaki a bűnt cselekszi, olvasom is, 1 János 3.4. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi. A bűn pedig a törvénytelenség. Tehát ne szépítsük, amikor valaki kifogást emel az ellen, hogy miért hirdetem azt, hogy nem a törvény nélküliség korszakában élünk, vagyis nem a törvénytelenség korszakában élünk, akkor én azt azért hirdetem, mert a törvénytelenség a bűn. Vagyis nem a bűn cselekvésének a korszakában élünk. Az új szövetség nem azt jelenti, hogy cselekedjek bűnt. Aki bűnt cselekszik, törvénytelenséget cselekszik, maga a bűn az a törvénytelenség. A paráznaság, az ételekkel, italokkal való megkötözöttség, a világ szeretete, az ellenségeskedés Istennel, és ez törvénytelenség. Róma 6.16 azt mondja, nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. És akkor, ha azt ígértem, hogy ez a Seolról és az árnyairól szól is szóló prédikáció, akkor a Prédikátor könyvében a 9. rész 12. versben olvasom. Ha valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, az cselekedjed. Mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy.
Amen. Tehát a Seolban, aki oda kerül a Seolba, ott nem tudja már megtenni ezeket a dolgokat. Nem tud cselekedni. Nem tud okoskodást ír, megfontolni, gondolkodni, mérlegelni. Nem tud. Nincsen már lehetősége a lelkének kivitelezni azokat a dolgokat, amelyekben a lelkében, a bensőben felbukkannak. Ugye mondtam az elején ott azt a kifejezést, hogy élet nélkül valók vannak ott. Élet nélkül valók. És azt mondtam, hogy ez árnyakat, árnyékokat, lidérceket jelent. Most csak, hogy próbáljuk meg megragadni és elképzelni, hogy mit jelent ez. Hogy árnyéként élni. Az árnyékként élni, az azt jelenti, hogy kinyújtom a kezem mondjuk, de igazából csak egy árnyék nyúlik ki egy nem létező falon. Nem tudom átélni azt, hogy meg is valósul a cselekedetem. Amit megmarkolok, az sincs a kezemben, mert az csak árnyéka egy már valósággal nem bíró, létet elveszített utánzatnak. Ha lépek a lábammal, nem haladok sehova, mert ugyanígy csak egy árnyék lépdel, egy tükör által keltett hasonmás világban, ahol semmi nem valódi. Tehát képzeld el, hogy minden olyan, minthogyha amikor azt gondolod, hogy csinálsz valamit, csupa tükör lenne mögötted, azt látnád, hogy aha, mintha megtörténne az a valami, de kiderül, hogy oda nyúlsz, és az nem a valóság, az egy tükör. Nyúlsz a másikhoz, az is a valóság, az is csak egy tükör. Nyúlsz egy harmadik, az is a valóság, az is csak egy tükör. Oda nyúlsz önmagadhoz, és az sem a valóság, az is csak egy tükör. Nem létezel már valóságként, hanem a léted szintje, dimenziója megváltozik, és nem tudod soha átélni azt, hogy valódi cselekedetet hajtasz végre, olyan ez, mint az elvarázsolt kastély a Vidámparkban, amiből viszont soha többé nincs kijövetel. Örökre ott vagy benne. Végre akarok mondjuk hajtani valamit, de az elhatározásomat képtelen vagyok cselekedetté változtatni. Csak az árnyékozai tükröződnek körülöttem annak a cselekedetnek. Eszembe jut az evés, de hiába a tervezett mozdulataim, azok árnyékok csak egy nem létező vásznon. Az étel nem készül el soha. Megszereznék magamnak javakat, de minden testrészem engedetlen nem hajtja végre a szándékom, csak illúziót élem át, és nem értem, miért nem történik meg semmi, amit elhatározok. Semminek a kivitelezését nem találom. Véleményt alkotnék a helyzetemről, de mint amikor álmodom, nem én irányítok semmit, hiszen már örökre csak egy álom része vagyok, nem vagyok valóságos. És ezt át is élem, amire már örökre soha nem fogok találni magyarázatot, választ, megoldást. Nincs többé találékonyság. Nincs többé megértés, belátás, felfogás. Minden csak örök halucináció, lidérc, árny, árnyék és homály. Próbáld meg így elképzelni a Seolt. Képtelen az ember bármit ott lelkében is véghez vinni. Nem működnek a lelki folyamatok, az elme folyamatai. Felmondják a szolgálatot, nem jön létre belőlük semmi. Biztos, hogy voltál már így álmodban, amikor félig meddig tudatában voltál, hogy álmodsz, és akkor elhatároztad, hogy jó, akkor ezt megváltoztatod. És nem tudtad megváltoztatni. Nem értetted, hogy miért nem tudok kijönni belőle, ha egyszer már látom, hogy álmodom, akkor miért nem tudom megcsinálni, hogy jó, de akkor befejezem ezt az álmat, és nem tudod megcsinálni. Na nagyjából ez az, amikor azt mondjuk, hogy a Seolban árnyak, árnyékok, lidércek élnek. Meg vannak fosztva mindentől. És akkor befejezésül már csak felolvasom, hogy a názáreti Jézus Krisztus ide, a
Seolba szállt alá. Amikor a kereszt áldozatát véghez vitte, beteljesítette az Istennek a parancsolatát, akkor azt olvassuk, hogy az Efézus beliekhez írt levélben, hogy ha egyszer felment a magasságba, az mit jelentene mást, mint hogy előtte alá is szállt a föld alsóbb, mélyebb részeire. Itt is ugye megtudjuk, hogy vannak a föld alatti részek a mélyben, a mélységben, ahol megtalálható földrajzilag a Seolnak a helye, és a názáreti Jézus Krisztus odaszállt alá, ahol vannak ezek az árnyak. És ott volt ezen a helyen. És azt is elénk tárja az ige egyébként, hogy itt ezekben a mélyebben fekvő részekben ez valószínűleg több részre van osztva. Ugye van ez a Seol rész, ahol a földről elköltözött embereknek, az elhunytaknak a szellemei tartózkodnak. Van egy másik rész, ezt hívja ugye az Újszövetség Hádésznak, pokolnak, az Ószövetség Seolnak. Seol héberül, görögül Hádész, magyarul pokol. És akkor van egy olyan, amit görögül abüsszosz, az a mélységnek fordítja a magyar sokszor. Itt van az, amit a Júdás levél ír, hogy a gonosz angyalok, akik fellázadtak Isten ellen, azok itt vannak megkötözve. Innen fog feljönni a sátán. Innen jön fel a jelenések könyvébe a mélység gonosz angyala. Amikor becsapódik egy aszteroida a földbe, akkor innen jön fel a mélység angyala. És azzal együtt jönnek föl pusztító lények a földre, amelyek az embereknek súlyos betegséget fognak okozni, és olyan fájdalmakat fognak elszenvedni, hogy inkább meghalni szeretnének, de nem adatik meg nekik a halál. Tehát ezek a mélység, ez az abüsszosz, ott általában úgy látni, hogy a gonosz szellemi lények, az angyali lények vannak, illetve a démonok is azt mondták Jézusnak, hogy ne küldjél vissza bennünket a mélységbe, az abüsszoszba, mert ott nem szerettek tartózkodni, az nekik nem volt jó, és valószínű, hogy ez a mély vizekhez, a vizek mélységében található világhoz is valahogy kötődik, mert ugye nem véletlen, hogy a disznónyáj, amelyben belementek a démonok, mikor Jézus kiűzte a gadarénusból, azok a vízbe rohantak bele, és úgy akartak megszabadulni a démonoktól, hogy a vízbe rohannak, mert a démonok majd akkor oda nem mennek velük. Máshol is megerősíti ezt az ige, hogy azt kérték, vagy amikor azt írja az ige, hogy kimegy a démon az emberből, és víz nélkül való helyeken jár. Kerüli a vizet. Kerüli a mélységnek azt a részét, a víznek, a tenger mélységének azt a részét, ahol valószínűleg valahol arrafele található az abüsszosz is, a szellemi mélység, ahol a gonosz szellemi lények tartózkodnak fogva. Na tehát Jézus lement ezekbe a mély, föld mélyén levő részeibe a megváltás részeként. 2 Sámuel 22, 5-ös verstől olvasom. Ez egy messiási ige szakasz, a messiásnak a pokorra szállásáról szól. Mert halál hullámai vettek engem körül, az istentelenség árjai rettentettek engem. A pokol kötelei vettek körül, és a halál tőrei estek reám. Szükségemben az Urat hívtam, s az én Istenemhez kiáltottam. És meghallotta lakóhelyéről szavamat, kiáltásom eljutott fülébe. Akkor rengett, remegett a föld. Az égnek fundamentumai inogtak, megrendültek, mert haragudott ő. Füst szállt fel orrából, emésztőtű szájából, izzó szén gerjedt belőle, lehajtotta az eget és leszállt. És homály volt a lábai alatt. A kerubon ment, röpült, és a szelek szárnyain tűnt fel. Sötétségből maga körül sátrakat emelt, esőhullás sűrű felhőket, az előtte levő fényességből izzó szenek gerjedtek, és dörgött az égből az Úr, és a magasságos hangot adott. Előtte nyilait, szétszórta azokat, villámot, és összekeverte azokat.
S meglátszottak a tenger ösvényei, örvényei. A világ fundamentumai felszínre kerültek. Az Úrnak feddésétől, orra leheletének fuvásától lenyúlt a magasságból és felvett engem. A mélységes vizekből kihúzott engem. Hatalmas ellenségemtől megszabadított engem. Gyűlölőimtől, akik hatalmasabbak voltak nálam. Ámen. Tehát így történt meg a Mesiásnak a pokolra szállása, és ahogy a konkoly gyökerei körülvették, és körülveszik, a búza gabona mag gyökereit úgy vették körül őt is, a halál és a pokol kötelei, és reáfonódtak, reászövődtek, és az örvény húzta őt lefele a mélységbe, és szállt alá, és elolvashatjuk, hogy amikor kiáltott az élő Istenhez, az Atyához, akkor az Atya széthajtotta az egeket, és lejött, és szétnyitotta a vizeket, és kihozta a fiát, a fiút, a Seolból, a mélységből, és a fiú feltámadt. És a feltámadását követően megjelent sokaknak, és a feltámadását követően felment a magasságba. És most is ott él, és ott van a magasságban. És a mi feladatunk, hogy kikerüljük a darazsakat, a darásfészkeket, a halálnak a csapdáit, csaliait, kívánság által elhelyezett csapdáit, kihelyezett tőreit, és betöltsük az Istennek a törvényét itt ezen a földön. Megtartsuk és kövessük az Isten igazságának az útját, és kövessük az Urat föl a magasságba, hogy ott legyünk mi is, ahol ő van. Ővel együtt odafönt az Atyának az országában. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Только свет.
свято жить. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье. До конца творения.